Ahogyan az ügyfél kapurendszere is figyelmeztet rá, már csak alig több mint 6 nap van a 2022-es személyi jövedelemadó bevallásának határidejéig. Szintén hétfő éjfélig lehet rendelkezni arról a 2x1%-ról is, amelyet az adófizetők egyházaknak és civil szervezeteknek ajánlhatnak fel. Az online rendszeren alig néhány percet vesz igénybe ez a művelet. Az adóbefizetésből származó bevétel a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei egyesületek és alapítványok biztos működése miatt is fontos. Erről Kis András beszélt kedden délelőtt a vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón. A civil közösségi szolgáltató központ vármegyei igazgatója elmondta, aki csak teheti éljen választási lehetőségével, és lehetősége szerint a régióban működő szervezetet támogasson. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében nagyon sok civil szervezet működik. Ezek egy része, aki jogosult SZIA 1% felajánlásra, azon szervezetek számára kiemelten fontos, és pozitív visszajelzés az, hogyha egy magánszemély úgy dönt, hogy május 22-én hétfőig felajánlja számukra ezt a mondjuk úgy hungarikumot. 1996-ban született a törvény, és 97 óta van a magyar állampolgároknak arra lehetősége, hogy adójuk 1%-át civil szervezetek irányába mozdítsák el. Ez egy szavazat, ez egy megerősítés annak a civil szervezetnek. A Hieroteusz Egyesület, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, vármegyei civil közösségi szolgáltató központot működteti, is egy ilyen fogadó szervezet. Természetesen a számunkra felajánlott 1%-at is nagy szeretettel fogadjuk, de legalább ekkora szeretettel fogadjuk azt, hogyha valaki az SZIA 1%-át bárki másnak a megyéből, ebből a vármegyéből felajánlja. Ez minden helyi közösségnek. Garbolctól Tiszavasváriig, Kisvárdától Mátészalkáig. Nagyon fontos. Kis András hozzátette, a felajánlott 1% is sokat jelent annak érdekében, hogy ezek a szervezetek közösségi rendezvényeket tartsanak, vagy adott esetben önkéntességet, szociális rendszert tartsanak fenn. Az igazgató hozzátette, annak a felajánlása sem vészel, aki nem választ konkrét egyesületet vagy alapítványt, az ugyanis a nemzeti együttműködési alapon keresztül jut el a civil szervezetekhez.